zenével, néptánccal és gyönyörű népviseletbe öltözött gyermekekkel telt meg a Nagydobronyi Magyarház május első szombatján. Ezen a napon világszerte az anyaországtól kezdve a külhonban ragadtakon át, egészen a diaszpóráig megmozdul a magyarság, hiszen 52 évvel ezelőtt, 1972. május 6-án tartották az első táncházat a budapesti Liszt Ferenc téri könyvklubban. Azóta a táncháznapja egy olyan esemény, amelyet a hagyományos magyar néptánc és kultúra tiszteletére szerveznek minden év május első szombatján. A Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja roppant büszke arra, hogy már harmadik alkalommal csatlakoztak a Hagyományok Háza összmagyarságot megmozgató programjához. Most nagyon-nagyon hálásak voltunk azért, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári járási szervezete befogadta ezt a programot, és itt Nagydobronyba létrejöttett ez a mai alkalom. Itt közel 140 gyereket tudtunk megszólítani, tehát az Ungvári járási térség néptánc együtteseit szólítottuk meg. A Hagyományok Háza hálózat különböző mentorprogramokat is tart szerte Kárpátalján, és ebből több táncegyüttesben szervezünk mentorprogramot az Ungvári járásban is, és nagyon örülünk annak, hogy a mai napon ennyi fiatal gyermeket érdekelt ez a program, hiszen elsősorban a gyerekeket szerettük volna megszólítani a mai napon. Hogy a táncház napját Kárpátalján megtartsuk. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári járási szervezete mindig is nyüzsgő kulturális életet élt. Programból sosem volt hiány. Szomorú belegondolni, hogy a kárpátaljai magyarságnak 2019 volt a legutóbbi olyan éve, amikor szabadon igazi magyaros hangos mulatságokat, falunapokat, koncerteket, nagyszabású rendezvényeket tarthattak. A mostani táncháznapja ezeket az időket hozta vissza egy délután erejére. Én azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések, azok a közös akaratok, amelyek a magyar kultúra átörökítésében, megmentésében, tovább éltetésében megfogalmazódtak itt az ungvári járási közösségekben az elmúlt 15-20 évben, azok mára érettek be. És az, ami megtölti ma, az a szeretet, az az öröm, a gyermekhang, a gyermekkacaj, a népviseletbe öltözött gyermekek, ami megtölti ma ezt a magyar intézményt, az mindannyiunk számára visszacsatolás, hogy igenis érdemes dolgozni, értük érdemes dolgozni. Úgyhogy ennek örülünk ma. Megtiszteltetés számunkra, hogy az idén Nagydobronyi kis térségben, Nagydobronyban, Nagydobronyi Magyar Házban lett megrendezve ez a csodás kulturális rendezvény. És őszintén örülök, hogy elhozták ide, amivel bizonyítjuk, hogy őrzük a hagyományainkat, őrzük a kultúránkat. A gyerekek magukba szívhatják ezt, ennek a környezetnek, ennek a rendezvénynek a légkörét. Látom, hogy tetszik mindenkinek. Mosoly és kacagás mindenhol, csodás zene szól. Remélem azt, hogyha vége a háborúnak, vége ennek a tébolynak, egy még erősebb kárpátai magyar közösség, akiket a történelem vihara még jobban összekovácsolt, tovább folytathatja kultúráját és hagyományait. A már most is vérbeli táncoslábú gyerekek, a kárpátaljai táncházi zenészek, valamint a Kárpátalja Néptánc Együttes Utazás a Kárpát-medencében című kulturális műsorát élvezhették. Az előadást Tövis Hátról, Szilágyságból hozott koreográfiával nyitották, de voltak Rába közi, gömöri és szatmári táncok is. És természetesen, ha már a helyszín Nagydobrony, akkor a vidéken igencsak közkedvelt nagydobronyi táncok sem maradhattak el. A Kárpátalja Néptánc Együttes 2018-ban alakult, a Pál családnak köszönhetően, és a Summerfestre készültünk a legelső koncertünkre. Azóta működünk, bár most szétszakadtunk, és akik itton maradtak, azok nem tudnak átmenni férfiak, akik pedig kiutaztak, ők pedig nem tudnak haza utazni, úgyhogy mi is próbálunk itt, tehát próbáljunk fenntartani a Kárpátalja Néptánc Együttest, de a próba folyamatok jelenleg Magyarországon folytatódtak. A Kárpátalja Néptánc Együttes fiatal felnőtt profi táncosokból áll, akik egykor ugyanígy kezdték, mint most a kicsik. Mindig nyitott szemmel járnak, és az ilyen táncházi alkalmak remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy felmérjék a fiatalok tudását, hiszen mindig gondolni kell az utánpótlásra. Az ügyes kis néptáncosok a tövisháti, szilágysági és a nagydobronyi táncokat gyakorolhatták most. Nagyon sok mindent megtanulhattunk, és nagyon jó volt szerintem itt, és új közösséget ismerhettünk meg, és nagyon sok új lépést tanulhattunk, és elsajátíthattunk.
két táncház között énektanulásra is akadt lehetőség. A nagydobronyi születésű Balogh Marianna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakos hallgatója, nagydobronyi népdalokat tanított számukra. Nem olyan régen megnyílt egy internetes adatbázis, ahol feltöltötték az összes nagydobronyi gyűjtést, úgyhogy hozzáfértünk igazi kincsekhez, és hát nyilván célom az, hogy ezek a gyerekek megtapasztalják, hogy régen ezek az emberek miket énekeltek, és még nekem is hatalmas élmény volt, mert hiába nagydobronyi vagyok, és soha nem hallottam ezeket a népdalokat, úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy visszatanulom, és ezeknek a kicsi gyerekeknek továbbadhatom. Az alapanyagot a nagynyáradi kék. Az eseményen nem csupán a néptáncról és a népdalokról esett szó. A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja 2021-ben viseletvarró tanfolyamot szervezett. Az ekkor készült és azóta vart ruhákat Tajti Erzsébet, a tanfolyam irányítója, népi iparművész mutatta be a jelenlévőknek. Ma nagyon változatos viseletanyagot hoztunk ide. 2021-ben volt egy 120 órás viseletkészítő tanfolyamunk, amit a Hagyományok Háza Kárpátalja szervezett, Pál Katalin vezetésével és Becske Adrien közreműködésével Visken. Ide megszólítottuk Kárpátaljáról azokat a szakembereket, akik érdeklődtek, és már volt egy háttértudásuk. Mi egy általános magyar népviseletek elkészítéséhez tartozó ismereti anyagot adtunk át két oktatótársammal, Jász Berényből és Jász Apátiról jöttünk, Donkóné Birkás Tündével és Borbásné Bulai Valériával. Mindhárman ruhabér szakoktatók vagyunk, tehát a módszertanunk kialakult, de igazából a népviseletek varrásához az segített hozzá, hogy ruharekonstrukciókat készítettünk múzeumoknak, és innen volt egyfajta gyakorlati és néprajzi háttértudásunk. És ennek a tanfolyamnak az összegzése a mai kiállítás. A tanfolyam nem ért véget, a hallgatók egyébként 2021-ben egy záróvizsgával 20 oldalas dolgozattal és úgynevezett mesterremekkel zárták ezt a mi általunk folyamatosan mentorált tanfolyamot. De természetesen a helyi gasztronómia ízvilága sem hiányozhatott, mint például a paprikás tejfölös új krumpli, a sokak által először látott ecetesli, a fekete torta, vagy a többféleképpen elkészített töltött káposzta. Szeretjük a régi ízeket, és megőrizzük. Szeretném továbbadni a fiataloknak is, hogy kóstolják, lássák meg, hogy milyen. Kóstolják meg, és ha ízlik, akkor főzzék. És hallottam most itt, ahogy megkínáltuk a vendégeket, hogy ez a darás káposzta is nagyon jó, ez a torma levélbe, hogy nem evettek, aztán ott az egyik zenész odajött, hogy ő még nem is evett ilyen ecetes lét, de nagyon finom, nagyon ízlet, ő kétszer szedett, hát nagyon örülök neki, hogy ízlet, remélem másoknak is. A néptánc szeretete mélyen gyökerezik a kárpátaljaiakban. Ezen különleges művészeti irány gyakorlása, elsajátítása és továbbadása hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez és továbbadásához, mindeközben pedig élénk és élvezetes közösségi tevékenységet kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kárpátaljai oktatási intézmények és kulturális szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a helyi fiatalokkal már az óvodáskorban megszerettessék a magyar népi kultúrát. Már kicsi korom óta életem része a néptánc, nagyon szerettem, sokkal több, mint egy hobbi, és nagyon örültünk, mikor kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy eljöhetünk és táncolhatunk itt is ilyen helyzetben. 4 éve néptáncolok. A néptáncot azért szeretem, mert nagyon összetartó közösségben vagyok. A Szürtei Orida néptánc együttesnél táncolok. A táncház napja célja, hogy életben tartsa és továbbadja a magyar néptánc és népzenei tradíciókat, valamint hogy közösségi élményt teremtsen az emberek számára, akik együtt ünneplik ezt a napot. A szervezőknek hála Nagydobronyban, a legkeleti palócvidéken, közel 140 gyermek részvételével Kárpátalja, a Kárpát-medence szerte is kiemelkedő rendezvénnyel kapcsolódott a táncház napja ünnepléséhez, ahol ismét találkozhatott a hagyomány és a mulatság egy felejthetetlen délután erejéig.